A sóstógyógyfürdői állatgyűjteményben eddig egy ivarérett hímbölény és három nőstény élt együtt, majd 9 hónapnyi vemhesség után jött világra a csapat legifjabb tagja. A kis üsző születése után már néhány órán belül lábra állt, egyhetesen már csatlakozott anyjával a parkbölény csapatához. Az itt élő állatok idejük nagy részét táplálkozással töltik, de előszeretettel hemperegnek az iszapban és a homokban. Az apróság jelenleg 30 kg-os körülbelül, és sokkal világosabb a bundája, mint a szüleinek, és folyamatosan óvja és védi az egész családja ők elmét. Jelenleg anyatejjel táplálkozik, de körülbelül 3-4 hónapos korában már teljesen át fog szokni a szilárd takarmányra, ami zöldségből, szénából és gyümölcsféléből fog majd állni. Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlősének példányait régóta láthatja a közönség az állatparkban, eddig azonban nem volt szaporulat. Jelenleg körülbelül 50 ezer amerikai bölény él, főleg nemzeti parkokban és állatkertekben. Alapvetően ez a faj Amerikában ősidik óta létezett, 50 milliós csordákról beszélünk. Annak idején sajnos azonban a fehér ember, ahogy betette a lábát az amerikai kontinensre, majdnem a kipusztulás szélére sodorta ezt a fajt. 1905-ben sikerült az Amerikai Bölényvédelmi Társaságnak megállítani a faj pusztulást, úgyhogy azóta most már jóval többen élnek. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben a bölénytől fügtek. Számtalan módon hasznosították, húgyhólyagjából tarisznyát csináltak, vérét és epéjét testük festésére használták. A szárított bölény ürülék tüzelőként szolgált, míg a csontokból a legkülönfélébb eszközöket készítették.